Sziasztok, nagyon szép, kellemes napot nektek, köszönöm, hogy itt vagytok velünk, tartsatok velünk akkor egy néhány percben, és egy Toyota Yaris-t nézzünk meg veletek együtt közösen. Egy csapattársam itt van, Concerto, srácok is itt vannak, valahol hűsölnek, hát ugye tudunk is hűsölni, mint látjátok, hiszen de van itt egy jó kis Yaris-unk, amiben a klíma, néztem még ennél hidegebbet, előbb 1, valamennyi volt rajta. Az autónkban 54.816 kilométer van, ezt ide ki is írtuk jó nagy betűkkel, hogy mindenki lássa, hogy egy nagyon kevés kilométer futott autó. Ezt ugye Toyota márka szervizbe szervizeltik, tehát meg tudjátok nézni alvásszám szerint, ugye ide ki is írtuk, itt a vizsgalapja Concertonál, le is kérjük tőle. 11/4 havi pontosan a kocsi, Toyota Yarisunk van, alvásszám itt van, és akkor az motorja Euro 5-ös, ugye 1000-es benzines, 69 lovas, friss műszak is, 5.16-ig van műszakia, 54.758 kilométerre vizsgázott az autó itt Magyarországon. Azt már látjátok akkor, hogy ugye klímás, azt látjuk, hogy ilyen digitális műszakfala van, kint 24 fok van, itt bent viszont nagyon kellemes idő. Az autónk ezen kívül ABS van, ugye a szervokormány, légzsák 1, légzsák 2, és van egy csomó rekesz, ahová tudtok pakolni, meg pohártartó. Nagyon jó ki vannak találva ezek a dolgok. Itt például ide is tudtok rámolni, meg ide is egy pohár, úgyhogy nem is tudom, üdítő, meg ilyenek. Szóval rengeteg hely van benne. Elektromos tükrök ugye jobbra-balra, két darab elektromos ablak, az egyik bal első az ugye automata. Íme, fölment az összes. Nézzük meg az autónak egy külalakra, hogy hogy néz ki, meg betekintünk ide. Látjátok, nagyon szép az ülése, ugye az 50.000 kilométer, vagy az 54.000, ugye az igen kevés, nem sokat ücsörögtek benne. Nézegették az RT-ről, hogy milyen szép fehér színű Toyota Yarison van, kutya úristen, de jó nekem. Azt mondja, hogy akkor itt az 1000-es motorunk, ugye 3 hengeres benzinmotor. Hallgassátok meg, milyen szépen cifereg. Aztán találtam benne még jó dolgot, 22. novemberi, 50.708 kilométer, ezt ugyanúgy meg fogjátok találni az Opelbe jár az agyam, a Toyota Günthernél keressétek, ott meg fogjátok találni az előzményben, de amúgy az összes Toyotánál ennek nyoma van, mindegy, hova mentek, hol nézitek meg, mindenhol megkapjátok majd ezt az anyagot, hogy mikor mit csináltak rajta. Valószínűleg tartom, hogy hölgy gazdája volt, itt egy szalamandra kúszik fehér színben a műszer falon. Amúgy mutatós, nincsen összetörve, nincsen összekaristolva, abszolút rendben lévő járgány, zöld színű üvegek vannak, nem sülünk meg benne, ugye ilyenkor főképpen nyáron mindenképpen jól jön. Nyári gumiszett van rajta. Szerintem mindkét oldal rendben van. Felnézünk a csomagtartóba, abszolút újszerű itt is különben, nem csak ott előről, nincsen leverve, tiszta, kellemes, normális, jó illat van benne, megvan a pótkerék, a szerszám készlet hozzá, hogyha ki szeretnétek cserélni valamilyen okból, és az is látható, hogy teljesen egészséges, szép a fenéklemeze ott hátulról ennek az autónak. Azt mondja, hogy szevasztok srácok, láttam itt el vagytok ebbe a kellemes hűvösbe, tényleg szép az ülés is, meg jó állapotban is van, fejtámlák benne vannak, és hátul pedig kézzel tudjátok tekergetni az ablakot, és még egy üdítős flaska, még egy szer, nem tudom, tele lehet rakni tényleg mindenféle dologgal, aprósággal, centrálzárral be tudjuk magunkat zárni, meg is tehetjük, ha akarjuk, íme. És akkor fogunk vele menni egy rövid próbautat, mindenképpen. Most pedig leállítjuk ugye az autót, csak azért is, hogy lássuk, hogy hogy indul. Íme. Ventilátort lejjebb veszem, most már nem kell nekem. Ez az én zöld lámpám. És akkor itt tudunk karikázni egy rövidet. CD nincs benne? Nincs.
stabil, könnyű futómű, mármint, hogy könnyen tudok vele irányt változtatni, abszolút jó a szervója, és visszaváltok egy kettesbe, ez egy jobbkezes utca. Nagyon szép a műszerfala, nem akarják a Toyotáig elengedni ezt az érdekességet, hogy ott a távolba középen látjuk ezt a zöld fényt. Már nagyon régóta gyártják ezt a verziót. 2011-es, és még mindig ez van benne, és a 98-asban is ugyanez a műszeregység van benne, de hát úgy tetszik időtálló, mert hogy nem változtattak rajta, ezek szerint szeretik a vásárlók. Tényleg jó kis stabil autó, nagyon finom, csendes, mint ahogy a Toyoták szoktak lenni, meg a Hondákra is mondhatjuk ezt, meg a Nissanra is. A Mazda már olyan morgosabb autó, morgosabb a motorja. Ideális városi kis autó, néznek még milyen szép a kormánya. Körbeértünk, és akkor ezt meg tudjuk csinálni, hogy tolatni fogunk vele, jobbra-hátra, ugye 5-ös a váltó előre, és hátrafelé egy pedig, itt is van egy rekesz, meg ott is van egy rekesz. Most látom, hogy tényleg ez egy rekesz dzsungel ez a kocsi, csak tudjuk, hogy mit hova tettünk el benne. Ez egy szuper jó kis csajos kocsi, első autónak is kiváló, úgyhogy bátran el lehet jönni hozzánk. Budapesten vagyunk, a 15. kerületben, a Szent Mihályi út 90 számban. Itt fogjátok megtalálni ezt a gépet, nyugodtan gyertek el, jól fogtok vele járni. Hopp, egy AUX csatlakozó, ezt most találtam. Csomó mindent felfedeztünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek el hozzánk. Köszönöm, hogyha ezt megnyomjátok. A viszontlátásra.